Ez a Hargita magazin, köszöntöm Önöket! Erdély több pontján emlékeztek meg az 1956-os forradalomról október 23-án. Csíkszeredában Bába Iván, magyarországi közigazgatási miniszter, és Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke mondtak beszédet, de felszólaltak az 56-os bajtársi társaság tagjai is. A rendezvényre végül a történelmi magyar egyházak képviselői adták áldásukat. Egyenes derékkal, hajtott fővel és koszorúzással emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira a Gloria Victis emlékműnél Csíkszeredában. Az ünnepi megemlékezésen Vitéz Kelemen Csongor, Márai Sándor Mennyből az Angyal című versét szavalta el, majd ezt követően felszólalt Bába Iván, Magyarország külügyminisztériumának közigazgatási államtitkára. Egy történelmi pillanatra emlékezünk. A szabadság egy villanására, az elnyomás mélységes, mély sötétjében, és azokra, akik a pillanatban szóltak, cselekedtek, majd nagyon nagy árat fizettek érte. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, ünnepi szónoklatában pedig kihangsúlyozta, a szabadságért minden nap tenni, harcolni kell. A magyar szabadságharc ugyanabból a gyökérből táplálkozik, amelyből minden szabadságharc táplálkozott az embernek, abból az igényéből, vágyából, hogy szabad legyen és ne éljen méltánytalan, igazságtalan körülmények között, fejlődhessen, dönthessen, tervezhessen, építhessen szabadon. És én azt gondolom, hogy ez a 21. században is ugyanígy aktuális, más módszerekkel természetesen, de a szabadság iránti vágyunknak mindig eleget kell tennünk, és a szabadságot nap mint nap újra meg kell szereznünk. Ez nem olyan valami, amit egyszer megszereztünk, és aztán örök életünkre megmarad. Ez olyasmi, amit minden nap újra kell kezdenünk, és ma már más eszközökkel, de harcolni kell a szabadságért. Rádúj Róbert Kálmán szerint fontos, hogy minden magyar ajkú ember ismerje, és ne feledje az 1956-os eseményeket. Bár vannak olyan magyarok még, akik nem tudják, hogy pontosan október 23-a, mitől is október 23-a, azt gondolom, hogy nekünk, akik tudjuk, az a feladatunk, hogy ezek minden kevesebben legyenek. Hogy minden magyar ajkú ember érezze azt, hogy attól egyenes gerincű, attól jár emelt fővel az utcán, mert olyan emberóriások vállán áll, képletesen szólva, mint a 48-as, vagy éppen az 56-os forradalmárok, mint a honvédek, mint a keleti végeit, a nyugati kereszténységnek védő székely ősök. És ha ők nem lettek volna, akkor mi se lennénk, így aztán nekünk tennünk kell, hogy az ők emlékünk minél tovább fennálljon, és erős tartást adjon azon, akik utánuk jönnek. Az 1956-os év eseményeinek erdélyi szereplői is voltak. A szoboszlai aladárféle szervezkedés is a szabadság kivívására és a kommunizmus megbuktatására irányult. Ez a hatalom elleni tevékenység sokak életébe került, de akad ma is túlélője Vitéz Orbán Péter személyében. Szoboszlai aladár 1964-ben a genfi értekezet alapján, mert Genfben azt tárgyalták és azt adták hírül, az volt szociális országoknak, hogy szabad választás lesz. És Szoboszlai alakított először egy pártot, a Keresztény Munkás Pártnak volt a neve, és ő akart indulni a választásokra. De mivel az akkori kommunista rendszerek a szociális országokban nem engedték meg a szabad választást, így a szabad választás elmaradt, és akkor ezt a csoportot, aki beszervezett a pártba, ezeket forradalmároktól szervezte, és 1956. október 20-án kellett volna kirobbanjon a forradalom. Ezt mondjuk így gyermekészre gondolta el, mert olyan nagy erő nem volt, ha bár katonai alakulat is, azt is beszervezték, mert Tőgu Magor ellen ott volt a tankezred, parancsnok, tankezred, és annak a parancsnoka magyarorsi miniszternek volt a sógora. És ők be voltak szervezve, hogy október 20-án jönnek fel a tankokkal Bukarestbe, innen mi megyünk, és akkor kirobban a forradalom. De tekintettel arra, hogy a szekuritáté sokkal éberebb volt, mint mi, megtudta, mert elárultak, és megkezdődtek a letartóztatások már azelőtt, hogy el tudtunk volna indulni. Úgyhogy cselekedet nem volt semmi, úgyhogy a kolozsvári Courtel d'Appel Supreme legfelsőbb törvényszék
kihozott egy olyan határozatot, egy döntést, hogy a Szoboszlai ügyben elítélt 57 személy teljesen ártatlanul ítélték el, és ártatlanul végezték ki a 10 embert. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással és a székely himnusz eléneklésével zárult. Így hajtottak fejet azok előtt, az áldozatok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Az őszi munkálatokat gazdanappal zárták Hargita megyében. A Pro Szent Anna Egyesület által szervezett rendezvény azonban egy kicsit más volt, mint a többi. Itt előadásokat is tartottak a gazdáknak, különböző lehetőségekről, uniós pályázatokról és támogatásokról, a takarmány előállításáról és az állattartásról. Juhok, lovak, malacok, tápok és takarmányok, mezőgazdasági gépek, eszközök és szerszámok fogadták az első székely gazdanapra kilátogatókat. Az emberek kíváncsian szemlélték a kiállított termékeket, gépeket, érdeklődve vették szemügyre a fajtiszta állatokat. Hát erre a vásárra nézem meg, hogy néznek ki az állatok, milyen gépeket lehet a mostani világban találni. Meg nagyon jó ez az állatoknak a minősége, a fajtiszta állatoknak a fenntartása. A különböző falvakból jönnek, hogy nézzék meg a kiállítást. Mi az, ami igazán érdekli innen? Minden. Gépek, állatok. Lássam, szeretek látni, és benne lenni a dolgokba. Hát nagyon szeretem a lovakot, a társvéreimmel együtt tartsuk a lovakot, és akkor ráhoztak engemet is, szeretek lovagolni, nagyon sokat szoktam azon a lovon lovagolni. Én törtem be, és nagyon szeretem őket, azért jöttem arra a kiállításra is. A gazdanap szervezői fontosnak tartották a székelyföldi gazdák tájékoztatását is. Hát általában ugye a vásárokon az emberek inkább azért mennek oda, hogy elsősorban üzletet kössenek. Nekünk a célunk annyiban más, hogy a vásárkötés lehetőségén túl mi azt is szeretnénk biztosítani a gazdák, hogy információt szerezzenek elsősorban. Mert hogy úgy gondoljuk, hogy a gazdáknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nehezen tudják begyűjteni az információkat. Különböző területekről kezdve pénzügyi, finanszírozási lehetőségekről, vagy nagyon sokszor olyan cégekről, akik értük vannak. De annál nagyobb szeretettel fogadunk minden gazdát és minden érdeklődőt a gazdafórumban. Az előadók gazdasági és pénzügyi szakemberek, valamint állatorvosok uniós pályázati lehetőségeket, hiteleket ismertettek, de voltak, akik az állattartásról, a növénytermesztésről beszéltek az érdeklődő gazdáknak. Elmondták, nagyobb jövedelmező gazdaságokat kell kialakítani annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen az állattartás. Előbb is, hogy jó volna egy székelyföldet ellátó gazdaságot kifejleszteni, tehát hogy a székelyföldi tejet, székelyföldi húst a székelyföldi gazdák termeljék ki. Ennek fontossága a takarmánytermelés, a takarmány összeállítása, amihez megfelelő tudásra is van szükségük persze. A nagy gazdaságok mellett hangsúlyt kell fektetni a fajtiszta állatok tenyésztésére is, hangoztatták az előadók. Ezt jól bizonyítja az is, hogy a fajtiszta Suffolk juhokat tenyésztő gazdák szerint munkájuk meghozta a gyümölcsét. Megéri fajállatokat tartani? Hát úgy vagyunk vele, hogy 3 évet csináljuk, én úgy látom, hogy meg van igény rájuk. Van igény. Ez egy kicsit olyan új piaci trend most azért is, de hozamuk annyi a mások, úgyhogy kevesebbet tartunk, minőségünket is akkor. Hány állatuk van? 147 jelenleg. És most előleg összünk le Magyarországon tiszta Suffolk fajt, 25 darabot. Székelyföldön a 20 évvel ezelőtti felére csökkent a szarvasmarha és a juhállomány, de az utóbbi években egyre többen tenyésztenek fajállatokat, és nő azok száma is, akik uniós pályázatokból építenek tej- vagy húsfeldolgozó kisüzemet. A lótartó gazdák száma is egyre nő, vannak, akik haszonállatnak tartják, de sokan hobbi állatként, vagy lovaglóiskolák működtetéséhez vásárolnak lovakat.
A nagyváradi VSK-t látta vendégül Csíkszeredában a Hargita Gyöngye KK, az A-osztályos román férfi kosárlabda bajnokság keretében. A félidőig szoros mérkőzést láthatott a csíki sportkedvelő közönség, ám az utolsó 10 percben a nagyváradiak átvették a vezetést, míg végül 78-94-re alul maradt a Hargita Gyöngye csapata. ...94-78-ra kapott ki szombaton a csíkszeredai Hargita Gyöngye a nagyváradi MSC kosárlabda klubtól. A kezdetben lendületben játszó hazai csapat többször is átvette a vezetést a mérkőzés során, de a végső nyereséget nem tudták megszerezni. A támadások során szépen kialakított helyzetek, taktikázások legtöbbször meghozták az eredményt, de védekezésre már nem maradt ideje és ereje a Hargita Gyöngyének. Minden kezdet nehéz. Rögös az út, a sportban nagyon nehéz bekerülni egy olyan közegbe, amikor még egyáltalán nem úgy néznek rád, mint aki a holdról jött. Kezdték megszokni, csak sajnos még mindig van egy olyan kép rólunk, ugye nem nyerünk. Meg sok tényezője van, sajnos tényleg nézők is gondolom azért szeretnének kijárni mérkőzésre, hogy legyenek győzelmek. Mi is azon vagyunk, nagyon-nagyon nehéz megérteni azt, hogy az, amink van, más szemében nagyon kevés, nekünk sok. Tényleg sok, mindenki nagyon sokat tesz a csapatért, kintről támogatja, de viszont másokkal szemben, például a mai mérkőzésen Váraddal szembeni nem elég. Sajnos be kell lássam én is, hogy nem épp elég. Tehát küzdeni lehet lelkesen, szívvel, de viszont vannak olyan tényezők, amik befolyásolják úgy ezt a játékot, hogy nem tudtunk teljesíteni, hogy szeretnénk. De a fiatalok dolgoznak, van 100 gyerek, aki rendszeresen kosárlabdázik, 4 edző útmutatásával, és úgy gondolom, hogy ha idő lesz és türelem rá, be fog érni. Mióta kosarazol, és mit jelent neked az, hogy ebben a csapatban játszhatsz? 9. korom óta kosarazok, hát nagyjából ez volt a vágyam, hogy itt kosarazhassak. Ez egy nagyon jó dolog, remélem, hogy minél többet tanulhatok, fejlődhetek. Tanítanak, segítenek azok, akik idegenből jöttek, és akiknek nagyobb tapasztalata van? Tehát jó az neked, hogy együtt játszhatsz velük? Természetesen nagyon sokat lehet tőlük tanulni, nagyon sokat segítenek, kijavítanak, ha hibázunk, elmagyarázzák, mit hogy csináljunk. Nagyon abszolút. Érzed-e azt, mert te hazai vagy, érzed-e azt a városban, hogy a fiatalok számára, azoknak a gyerekeknek, akik kosaraznak, te egy példakép vagy, vagy minta vagy, vagy úgy kell neked játszanod, hogy lehetsz a példaképük? Hú, hát ilyet még nem tapasztaltam. Valószínű, hogy van ilyen. Hát én próbálom mindenkinek példát mutatni, meg van nekik is esetleg lehet egy esélyük majd ugyanide kerülni. Mióta kosarazol, és mit jelent neked az, hogy ebben a csapatban játszhatsz? Hát ez az 5. éve, hogy kosarazok, és számomra ez, hogy ide bekerültem, ez nagyon nagy dolog, sokat dolgoztam ezért, hogy ide bekerülhessek. Tanulsz a többiektől? Tehát az idegen légiósok segítenek? Jó az neked, hogy látod, hogy egy csapatban játszhatsz velük, hogy jó velük játszani? Igen, sokat tanultam tőlük, és remélem, hogy még fogok is. Idei cél? Az idei cél a januárig megszerezendő 4-5 győzelem, azt még mindig tartjuk. Ha ez nem sikerül, akkor utána valószínűleg valamilyen változtatást kell végezni, akár az edzői oldalon, akár játékos oldalon, majd meglátjuk. Legközelebb a Medgyessi Gázmetánt fogadja a csíki csapat, majd október 27-én Pitesre utaznak a bajnokság keretében. Terveik szerint az idén a tavalyi tapasztalatokra alapozva a középmezőnyben szeretnének végezni, szórakoztató mérkőzéseket játszani. Hargita megye tanácsa idén 26 ezer lejjel támogatta a Hargita Gyöngye kosárlabda csapatot. Elkészült az RMDS kampánydala. Az Együtt most címet viselő dal egy erdélyi dalszerző és énekes, Szabó Előd és a Titán zenekar szerzeménye. A dal egyébként hamarosan hallható lesz a rádiókban is, de felcsendül majd élőben különböző kampányrendezvényeken is. Az RMDS-nek először van egységes kampánydala. Ne bízzuk másra, amit most eldönthetünk. Már észre, együtt mi bármit elérhetünk.
Ezekre az akkordokra épül az országos RMDS mondani valója, mely abból a célból készült, hogy a közelgő december 9-i parlamenti választások alkalmából egységesen mindenhol ugyanazon üzenettel csendüljön fel. Szabó Előd és a Titán zenekar Együtt most című szerzeménye Kelemen Hunor szövetségi elnök javaslatára lett az RMDS országos kampánydala. Előd, akit egyébként főként egy magyarországi tehetségkutatóban való szereplése óta ismer a szélesebb közönség, tavaly novemberben a Sztár Rádióhoz is ellátogatott. A kampánydal kapcsán most azt mondta, fontosnak tartom hozzájárulni a magam eszközeivel ehhez a kampányhoz, ugyanis akárcsak a júniusi választások esetében december 9-én is hatalmas a tét a magyarok számára. Úgy gondolom, a művészeknek, az értelmiségieknek nem szabad hallgatniuk akkor, amikor a magyarság sorsa van veszélyben. A lendületes dal bizonyára sokak tetszését elnyerte a szövetségen belül, hiszen korábban kissé másabb szöveggel már Frunda György kortes hadjáratát is színesítette. Markó Béla szenátor kampánystábjának vezetője Szepesi László kezdeményezésére most új szöveget és hangszerelést kapott a dal, amely ezúttal az összefogás erejéről, a magyarság jövőbe vetett hitéről, a jobb élet, az egység és a szabadság igényéről szól. Ez a dal a Székelyföldön és Szolvárban is mindenhol egyformán szól és egyformán érti. Én azt hiszem, aki ezt a dalt meghallgatja, kicsit lelkesít, egy kicsit úgy érzi, hogy ő is része akar lenni, azt is érzi, hogy összetartozik valakikkel, összetartozunk, és tulajdonképpen egy pillanatig, egy percig, pár percig jól érzi magát, és úgy érzi, hogy egy csapatba tartozunk. Az Együtt most című dal hamarosan a rádiókban is hallható lesz, de élőben is felcsendül majd a Maros megyei 2. számú választókerület RMDS jelöltjeinek kampányrendezvényein, Maros, Nyárád és Küküllőmente magyar településein. Addig is, akik kíváncsiak a szerzeményre, az RMDS honlapjáról tölthetik és hallgathatják meg a dalt. Ha azt mondom, gróf Bánffy Miklós, mi jut először eszünkben? Nemesi család, kastély Boncidán, és talán a fényűzés. Pedig ez a gróf többet nyújtott a magyarságnak, mint gondolnánk. Tevékenysége kiemelkedő volt, úgy a képzőművészet, a kultúra, mint a politika terén. Ezt tükrözi az a vándorkiállítás is, ami Csíkszeredában állomásozik november 9-éig. Ha turista jön Erdélybe, nem kerüli el szó nélkül Boncidát és a környék legkiemelkedőbb látványosságát, az erdélyi Versailles-ként ismert Bánffy kastélyt sem. Az impozáns épület utolsó tulajdonosa a kommunizmus előtt gróf Bánffy Miklós volt. Bánffy Miklós, akit a hozzáértők polihisztornak tartanak. Nagyon nehéz dolgom van. Maros Ildikónak sikerült 14 foglalkozást felsorolni, amelyek közül természetesen az író, díszletjelmeztervező, a színházi rendező, a színházi ember, a politikus, a karikatúra rajzoló, de ehhez szerencsére sikerült két újabbat hozzáadni, ami azt gondolom, hogy a kiállításnak a nagy hozadéka. Gróf Bánffy Miklós életét, munkásságát hosszú évek során kitartó munkával gyűjtötte össze a kurátor, hogy az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállításaként bemutassák úgy Magyarországon, mint Erdély különböző vidékein. Politikai, irodalmi és színházi munkássága mellett fény derült olyan új területekre is, amelyeken a gróf szintén tehetségesnek bizonyult, így az üvegfestés és a zeneszerzés. Ez két nagyon-nagyon fontos aspektus, természetesen azért is, mert új, meg azért is, mert az egyik hozadék az rendkívül látványos lévén, hogy a Székely Nemzeti Múzeum üvegablak terve elkészült, és imár reméljük, hogy mindörökké hirdetni fogja Bánffy tehetségét. És azt gondolom, hogy a zenei pályájának a feltérképezéséhez ez a legelső lépés, hogy ez a Passe Banale, ez a Bánffy valcer napvilágra került. A kiállítás keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a néhai gróf életével, azokkal a területekkel, amelyeken tevékenykedett. Ezek közül a legkiemelkedőbbnek a színházi léte bizonyult. Számunkra a színház és az irodalom volt, ami leginkább a szakterületünk, és ez nagyobb teret szenteltünk, és nem csak azért, mert mi vagyunk a Színháztörténeti Intézet és Múzeum, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az ábrázolás és a színházzal való kapcsolat Bánffy számára nagyon-nagyon fontos volt, szívügye volt.
17 éves korától haláláig folyamatosan dolgozott, akármilyen körülmények között, akármilyen időszakában. Számomra óriási lelki erőről tanúskodik az, hogy élete utolsó két évében, amikor már tudta azt, hogy Boncida elpusztult, képes volt még vígjátékot írni. A bánfitárlat majdhogy nem véletlenül került Csíkszeredába, a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájába, ahol november 9-éig látogatható. Egy vérbeli kulturális menedzser mindig nyitott szemmel járkál, és azt nézi, hogy milyen programot, milyen eseményt lehetne elhozni a városba, és hát közkincsé tenni. A szentgyörgyi kollégáimnál járva, a Székely Nemzeti Múzeum, ott láttam ezt a kiállítást, és gyorsan lecsaptunk rá, nem volt ez programba, és hát hirtelen ötlettől vezérelve, igazából egy hét alatt szerveztük meg. A kiállítás létrejötte nem csak a múlt ismerete, vagy a kiemelkedő történelmi alakokra való emlékezés szempontjából fontos. Látva Bánffy Miklós életét, szerteágazó tevékenységét, benne a mai ember is példaképre lehet. El nem lehet mondani, hogy mennyire, és mennyire komplex egyéniség volt, mennyire szükség volna a mai erdélyi közéletben is ilyen emberekre, példaképekre, akire fölnézhetünk. Hát nem sok ilyen van, azt el lehet mondani, és én úgy gondolom, hogy mind a politikusok, mind pedig a közéletben szerepet vállaló emberek számára példakép lehet, ugyanakkor pedig az ő személye méltatlanul merült feledésbe, és a kiállításnak a nem titkolt célja az, hogy a szeredaiak és a székelyföldiek számára visszahozzuk egy picit a köztudatba. Bizonyára kiváló képességű nagyszerű ember volt, ez az átlag embernek csak példa lehet és inspiráló, de nagyon fontos lenne megismerni, és itt ezen a kiállításon úgy látom, hogy egy könnyed és mégis elegáns és mégis tömör összefoglalója mindannak, ami első körben kellene tudni, hogy majd ha elmegyünk a Bánffy kastélyhoz, akkor lássuk, hogy mi mindennek volt a helyszíne. A kastélyt 1944-ben a németek kirabolták és felgyújtották. Helyreállítására 2001-ben nemzetközi program indult. 2007-ben a Transylvania Trust alapítvány 49 évre koncesszionálta a birtokot, és ők vezetik a felújítási munkálatokat ma is. Az Erdély Versailles-ként ismert kastély utolsó tulajdonosa 1950-ben hunyt el Budapesten. Gróf Bánffy Miklós 60 ezer holdas nábobként született, és koldusként halt meg, de azt mondják róla, szegényen is gazdag maradt. Nem tartozott klikkekhez, szekértáborokhoz, semmiféle szövetséghez, de őt is elhallgatták, mint más korabeli, nemesi származású polihisztorokat. Ha nem leszek mellette, ki fog rá vigyázni? A HIFA Park értünk jön létre. Csak is az önök támogatásával. Támogassa 2 euróval a 8845-ös számra küldött SMS-sel a HIFA Parkot. Ez volt már a Hargita magazin. Várom önöket jövő héten is Hargita megye legizgalmasabb eseményeivel. Viszontlátásra!